Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Önök az Oltalom Rádiót hallgatják, a Máskét Gondolkodók Rádióját. Én pedig Herényi Károly vagyok, ennek a rádiónak az egyik hangja. Új hetet kezdünk, derűvel, mert süt a nap, jó idő van, szép hét várhat ránk, és köszöntöm ma délelőtti első vendégünket, dr. Töm Tömpe Istvánt, Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást, és hadd mondjam előre, hogy miután régóta ismerjük egymást, és ez a bizalom rádiója tegeződni fogunk, ha megengeded. Igen, persze. No, hát azért gondoltam, hogy beszélgetnünk kéne, és megismerni a munkásságodat a rádióhallgatóknak is, meg az életpályádat, mert hát a múlt század harmadik negyedébe szerezted meg nagyjából a diplomádat, közgazdasági diplomádat, aztán nyolc 9 év múlva már kandidátus voltál, tehát futottál előre a szakmai pályádon, a Gazdasági Kutatóintézet kutatója voltál, aztán kikerültél Genfbe, ami az első, gondolom, komolyabb nemzetközi kapcsolatot az a, a Európai Gazdasági Bizottság szakértőjeként dolgoztál, és közben a Genfi Egyetemen tanítottál is. Aztán jött a rendszerváltást, vagy az azt megelőző idő, amikor szóba jött a privatizáció, az Állami Vagyonügynökségnek te voltál az első vezetője pénzügyminiszter helyettes voltál, gazdasági, kormányzati, gazdasági főtanácsadó, aztán jött a rendszerváltás, és akkor itt sorolhatnám a, a funkcióidat, voltál bankelnök, most egy alapítványnak vagy az igazgató, és ha jól tudom, akkor a MÁV startnak az igazgató tanácsában még aktívan részt veszel. Én... Ez azt jelenti, hogyha a, a, az Orbán kormány 2010 óta egy más gondoljuk, mert az is, akkor te három időszakon, történelmi időszakon keresztül aktív részese vagy a gazdasági és politikai életünknek? Hát először is köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és akkor rögtön egy apró korrekcióval kezdeném, nem annyira fontos, de a mondani balomhoz hozzátartozik, szóval én nem vagyok semmifajta igazgatóságnak tagja ma már, és különösen nem a vasúti, a, a, a mávnak, a, a MÁV ugyanis a máv egyike azon istenverte intézményeknek, ahol új kormány jön, és senki régi nem marad. Hát én pedig ugye a mostani felállásban egy régi embernek számítok, ez engem is néha meglep. De azért ez így van. Úgyhogy nem vagyok igazgatósági tag, és csak azoknak üzenem, akik most hirtelen a HR után telefonálnak. És hogy hogy kerülsz de oda? Hogy hogy kerülök oda? Sehogy. Sehogy. Na hát ennyit az internet megbízhatóságáról, mert én nyilván onnan vettem le ezeket Igen. az adatokat, amit nem aktualizáltak, és nem ö, ö, frissítettek, és nem újítottak meg, de hát nem baj, hát ez van. De a mávnak egyébként voltál vezérigazgatója, a nagy mávnak. Hát e Egészen pontosan ez a dolog, ez, ez, ez úgy nézett ki, hogy voltam a, a, a mávnak elnöke egy 97 és 98-ban, aztán utána eltelt egy kis idő, egy pár év, és utána én annyira megszerettem a közösségi közlekedést, hogy visszamentem a mávba, mint hát félig meddig közlekedési szakértő. Ezt némi pironkodással mondom, mert ott bent aztán találkoztam tényleg rendes közlekedési szakértőkkel. Minden esetben a lelkesedésemmel nem volt baj, én nagyon szerettem ezt az időt. Úgyhogy ott néhány emberrel egyetemben létrehoztuk a MÁV Startot, ami hát egy, egy izgalmas vállalkozás volt, később ilyen stratégiai Ügyeket, befektetés vagy ilyen beruházási fejlesztési igazgató lettem, szóval mindenféle dolgot csináltam. Főnök tulajdonképpen a szónak abban az értelmében, hogy, hogy adtam bónuszokat, ez, ez valójában kétszer fordult elő a MAB-ban. Első alkalommal akkor, amikor elnök voltam, és csináltunk nagy fejlesztési terveket és elővárosi tervezést csináltunk, amire különösen nagyon büszke vagyok. A második alkalommal, amikor a mávstartnak a, a kereskedelmi vezérhelyettese lettem, az pedig az építkezésnek egy, egy nagyon szép időszaka volt. No, térjünk vissza azért a kezdetekhez, az rendben van, hogy közgazdász lettél. Na de hát nyilván a családi háttered, a, a, az édesapád, a, a nagybátyáid a, a életpályája az motivált téged abba, hogy ne csak közgazdászként, hanem közéleti, fontos közéleti szereplőként is részt végy a magyar ügyek intézésébe. Jól gondolom én ezt, hogy a család meghatározó volt ebben a dologban. Igen, igen ez, ez, teljesen pontosan mondod. Bár talán nem itt kell emlékeztetnem arra, hogy a család az, az férfiből és nőből tevődik össze szép lassan. És nekem van egy anyám is, úgyhogy akkor gyorsan elmondanám, hogy hogy lettem én végül is hát közgazdász, hogy jutottam el, de nem annyira az én pályámról van szó, mint inkább a háttérről. Szóval, ha apámékkal kezdted, apámék a szepességből származnak, ott maradt a nagyobbik része, mindenféle helyre szóródtak, nagyobbik részük Amerikában élt, még a múlt előtti században mentek ki. Az én eh, nagyapám, aki általam ismeretlen okoknál fogva eh, lázadó természetű volt, és ezt valahogy sikerült átadni a, a, a magavonalások mindenkinek, eh, 1900 környékén Budapestre költözött, ott hagyta a családot. A család egyébként eh, eh, egy szepességi zsidó család volt kiléptek az egyházból, már a nagyapám és utódai, és megpróbáltak független önálló életet élni. Minden esetre Budapestre jött, sportvezető lett, és posta főtiszt, és mindenféle dolgokat csinált. Míg nem aztán megismerkedett szépséges nagyanyámmal, Sugár Jolánnal, aki szült neki három fiút, és aztán utána, amikor megvolt a harmadik, nem nem sokkal rá elkezdődött a második világ, az első, első. világháború, amiből elmondom nagyapám varázslatos nevét, Tömpe Béni Benő, részben lóhától, részben pedig kuksolva a lövészárokba azért öt évet eltöltött. Utána jött haza. Visszament a postához, és különféle dolgok történtek, viszonylag gyorsan kirakták, mert a Magyar Postánál akkor a numerus clausus valahogy működhetett, vagy valami ilyesmi volt, az a lényeg, hogy 20-ban vége szakadt ennek az egyébként általán nagyon szeretett sportpályának, és akkor sportudósító maradt meg, atlétikai vezető meg, szóval ilyesfajta dolgokat csinált. A három fia közül a legidősebb volt apám, aki az ő apjához hasonlóan, de még sokkal inkább, mint az ő apja, egy rosszul kezelhető embernek bizonyult, apám például szinte alig végzett iskolát, és felnőtt korában nem győzte pótolni ezeket. Hatalmas Kárpitos volt, ha jól Kárpitos volt, igen, mert, mert, mert az én <coughs> nagyapámnak az volt a felfogás, hogy valamit kell a gyerek Szakma kezében, legyen a kezébe. kezébe. és hát ez volt az ismerős, a Kárpitos Németországban volt egyébként ez a Kárpitos, hát szóval Kárpitos lett, de hát ő, valójában művész szeretett volna lenni, vagy én nem is tudom, mi szeretett volna lenni, minden esetre ez is nagyon nehezen ment. Amikor írtam a családomról a könyvet, kiderült, hogy apám egy, egy kalandos természetű ember volt, elég hirtelen természetű, sok barátnővel, nagy szerelmekkel, mindenféle. Egy, egyébként egy szemre való fiatalember. Az öccse Ferenc, ő egy szelidebb, szeretetre méltóbb ember volt a visszaemlékezések szerint. Ő később elment Franciaországba, és ott végzett egy egyetemet, ahol a vegyipari szakon papírokkal foglalkozott, később aztán mindenfajta mérnök lett, itthon hát 60-ban talán halt meg. És a legkisebb tömpe András, ő is mindenfajta kalandon ment át. Hát, ő, ő tulajdonképpen eltűnt a mi életünkből, később tudtam meg, hogy hogy fiatalemberként Brünnben mentő mérnök lett, képészmérnök, utána apámmal együtt három évet harcoltak a spanyol, köztársaságban mindeket századosok lettek. Ez, ez utóbbi csak azért érdekes, mert utóbb Péter Gábor, amikor hajszát indított ellen, az egyik vádpont az volt, hogy csak főhadnagy és nem is százados. Hát minden esetre élve megúzták, ami ott azért egy nagy szám volt, mert minden második ember meghalt. És akkor jöttek ilyen illegális ilyenek, meg olyanok, meg mindenféle, ő végül is aztán, nem húzom hosszúra a dolgot, a szovjetek szolgálatában egy nemzetközi kém lett, hogy nagyon egyszerűen foglalkoznak, a maga módján egy mesterkém. Az 50-es évek második felébe hazatért, és, és, hát különféle dolgokat csinált, akkor ez a pályájának már érzelmileg is egy leszálló ága volt. Végül is kinevezték nagy nagykövetnek, ahonnan lemondott a csehszlovák agresszió elleni tiltakozás miatt, ez akkor egy párjátétkító cselekedet volt, később folyamatos konfliktusok lettek, nem csak Kádárral, hanem mindenféle egyebekkel, és ő ennek aztán pontot tett a végére, és agyonlőtte magát 70, decemberében. De szóval ez a családi háttér az apai oldalon. Na most van nekem egy, 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 én szerintem gyönyörű anyám, már nincs, tehát alig, hanem szelider, elmosolyodik az égből, amikor ezt hallgatja, Kovács Jolán, akik egy, egy Debrecen nagyvárat körül szóródó mindenfajta mezőkön, falvakban voltak, részben földművesek, részben mesterek voltak, nagyagyámnak a familiája tulajdonképpen Szabó irányba ment el, mindenfajta Szabók voltak, meg Kovácsok voltak, meg efélék. Úgyhogy az én anyám tulajdonképpen ott nevelkedett egy, egy nagyon kalandos és izgalmas családban, egészen, egészen kora kamasz koráig, amikor is a család a szegénység miatt elment Belső Romániába, Regádba, egészen pontosan Jászba, ahol nagyapám szaboskodott, és akkor ott viszont találkozott valakivel, aki már ott korábban ment ki, egy nővel, aki azt mondta, hogy a Jolika nagyon tehetséges, és, és hát próbáljon valami jobb iskolába felemenni, vagy bekerülni. Visszakerültek Nagyvárad, és anyám végül is nagyanyám segítségével bekerült, ez is elég kalandosan, a, a Szekrekör nevű, a Sion változatba. Ez egy francia nemzetközi hálózatú iskola volt, ez Nagyváradon is volt ilyen, meg más, Budapesten is volt itt, az András úton talán, vagy a körül. Na szóval a lényeg az, hogy, hogy és akkor az első nagy lázadás ez volt, mert ugye ide szegény, tehetséges katolikus lányokat vettek föl. Anyám szegény is volt, tehetséges is volt, de protestáns volt. Tehát ez egy nagyanyámnak nem jelentett problémát, úgyhogy megszerezték a reverzálist, ami miatt aztán a két nőt kitagadták a, a családból, hogy hogy mernek protestáns Létőkre katolikusok lenni, mindegy. Ennek aztán rám nézve az lett a következménye, hogy bár apámnak nem volt hivatalosan vallása, amikor én megszülettem, 48. szeptemberében, akkor valamit be kellett írni, és anyámnak volt egy igazolása, hogy ő római katolikus, a tetejében neki aztán igazán jó oka is volt erre, így aztán én is római katolikus lettem. De ez a családom. De ebből azt tűnik ki, hogy a nagybátyád esetében különösen, aki 68-ban tiltakozott a cserervonás ellen, hogy ha valaki lázadó természetű, akkor annak tulajdonképpen minden rendszerbe. Akad olyan dolog, amit támadnia kell. Belső késztetése van, hogy, hogy ne fogadja el. Tehát ez nem idomul a rendszerhez, hanem kritizálja az éppen fennálló rendszert. No hát te a, a 70-es évek végén, 80-as évek elején, amikor már érezhető volt szóval, nem úgy mentem azért a rendszerváltás hogy egyik pillanatról a másikra. Azért voltak az msmp ben meg a környékén olyan reformgondolkodású emberek, akik ezt előkészítették. Én azt gondolom, hogy te a társaságban gondolkodtál a reformerek azon körébe, akik törték a fejüket, hogy az új kihívásokra milyen válaszokat lehet adni, akár közgazdasági, és hát ebből következően politikait is. Igen, abban az időben, a 80-as évekről beszélünk, én nekem egy csomó barátom volt, akik, akik valamilyen kapcsolatban álltak ezekkel a, ezekkel a figurákkal. Ugye a figurák, akikről beszélünk, ezek a javarészt közgazdasági területen dolgozó emberek, ezek az Akadémia intézetében dolgoztak, 5-10-15 ember, mindenfajta vita volt. A pénzügyminisztériumban és azon belül a, a pénzügykutatási intézetben egy egészen különös uh, intézet volt, illetőleg helyszín volt, mert hát a pénzügyminisztérium nem a szabadság hona úgy normálisan és definíciószerűen, de ott voltak miniszterek, akik ragaszkodtak ahhoz, hogy legyen egy, egy, egy szűk társasága, lehet, hogy nem szeretjük őket, meg lehet, hogy élesek, meg lehet, hogy nincsen rendes ruhájuk, de azért csak mondják el, amit mondanak, és különösen Hetény István nagyon védte őket, és aztán mások is. De szóval nekem elég sok kapcsolatom volt, és aztán volt még egy forrásom a, ilyen értelemben a, 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 a reform uh, ismeretekhez, egy másfajta reform ismeretekhez. Én ugyanis a KSH-ban kezdtem dolgozni, a Intézet az a KSH-nak az egyik része volt, és azért ott a könyvtárban ott ült Bibó, és nekem olyan ismerőseim támadtak, ismerősök révén, gyerekkori barátok révén, mint kezdetben azt gondoltam, hogy sült, de aztán kiderült, hogy nem sült, hanem soltot illia meg, meg B. Nagy András, meg mindenfajta emberek, akik ott sokat meséltek, és ugye nekem, aki, akinek ilyen családi háttere volt, ez mind-mind egy, egy szellemi kaland volt. A lázadás ugyan a véremben volt, de a tudás egyáltalán nem volt a fejemben. Tehát tőlük nagyon sokat kaptam. Én egy óvatos ember voltam, nem csináltam olyan típusú hátraarcokat hosszú időn keresztül, mint sokan mások, de ezért megrendítette a nagybátyámnak a halála. Én vele értettem egyet, apámmal nagyon sokat vitatkoztam. A tetejében nem csak egyet értettem nagybátyámmal, hanem apámmal is, meg sok mindenki mással szemben is a családban, erős reflexióval, önreflexióval vert meg engem az Isten, úgyhogy visszagondoltam, és már nem értettem egyet magammal, Úgyhogy viszonylag könnyen fogadtam be ezeket a reformokat, reformvitákat, ahol hát bizonyos távolságot tartottak, nem csak tőlem, hanem másoktól is, akik olyan helyeken dolgoztak, mondjuk, mint... Mint, én például dolgoztam a, a Marjaiéknál, egy másfél évet addig bírtam utána. Az is nagy élmény volt, de nem bírtam tovább. Onnan elmentem a tervhivatalba, ami életre szóló élmény volt, de csak három éven keresztül tartott, mert amit mi terveztük, az, az, az módszertanilag, meg emberileg fontos volt, de a világ nem arra ment egyszerűen. De szóval sok hátterem volt, amíg lépésről lépésre eh, kezdtem azonosulni, azzal, amit mi akkor nem rendszerváltásnak hívtunk, de valami nagy-nagy tüzet kellene rakni, egyre inkább ez volt a, a, az érzésünk. Egy példát hagyd mondjak el, ez, ez, ennek ugyan én csak szemlélője voltam, a Reform és Fordulat című mű. Nála két változata van, az egyikben a, a kutatók, akiket Lengyel László szervezett egybe, mindenféléket mondanak hosszan, tulajdonképpen egy olvashatatlan hosszúságú mű, és a tartalma miatt ma már csak az öregek tudják, hogy mitől okozhatott ez akkora felfordulást. Aztán csináltak egy rövidebbet, ami már kiáltványként is ö, ö, ment, abban meg annak nagy hatása volt, ö, olyan volt, mint a 12 pont, ö, talán nem, de, de szóval a, a mi köreim, Hasonló meg, funkciót én, akar betölteni. E, és az is tele volt olyasmivel, mint, e, mint amire ma már persze bólogatunk, és meg se tudjuk mondani, hogy hol van ebben a forradalmas hangulat. De ez akkor nagy dolog, nagy dolog volt. És ez így folytatódott az én számomra egészen 1988-ig, amikor uh, meghívtak uh, 14 másik emberrel együtt, a, egy Megyesi Péter nevű miniszterelnök helyettes csinált egy ilyen kis tanácsadó társaságot, és engem a tervhivatalból, meg még, 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 valakit a tervhivatalból, meg Kunos Péter is ott volt, a, mindegy is. Uh, és uh, ott tulajdonképpen nem voltak olyan értekezletek, hogy reggel megmondták, hogy délutára mit kell írni hogy hogy lesz az egy százalékból két hanem ott hirtelen ö, olyan típusú és mélységi beszélgetések kezdődtek a szakértők között, benne volt Surányi, Szalkai, Antallászló, mezőgazdasági szakértők voltak, adószakértők, az egyik drága barátom éppen nemrég halt meg. Tehát nagyon fölkészült emberek voltak, akik, akiket nem gátoltak azok az intézményi emlékek, amelyek az én esetemben mindig ott voltak egy ideig. És így aztán telt múlt az idő, és valahogy én is próbáltam a magam helyét keresni, még nem aztán egyszer elém került valami társasági história, amit föl kellett dolgoznom, és lépésről lépésre, ez még 88-ban történt, belecsúsztam a társasági törvény segedelmével ebbe a, a, magános, ami mindenféle dolog volt, a privatizáció is egy viszonylag új szó volt, Grécsi László annak idején gúnyosan megjegyezte, hogy privatizáció az a dolog, amit ő már nem, de a fiatalok nagyon szívesen, de hát mi nem erre gondoltunk természetesen. Nagy kalandok voltak utána, én előttem kinyílt a világ, és attól a pillanattól kezdve se jobbra, se balra nem néztem, hanem ezekkel a nagy reformokkal foglalkoztam, mai eszemmel néha felelőtlenül. Itt jön az önreflexió. Igen, igen. Tehát egyébként nem is privatizációval indult a dolog, hanem, hanem az úgynevezett liberó programmal, ami sok szempontból fontosabbnak látok a a privatizáción. a Liberó program egy kötött külkereskedelmi gazdaságban adott szabadkereskedelmi jogot, mégpedig kivitel és behozatali jogot vállalatoknak akik korábban 40... Megkerülhették az impexeket. Igen, és az impexek is a, a, a rendszerváltás után két pillanattal tönkre is mentek. Fontosak maradtak, mert gyönyörű székházakban laktak, tehát én azt láttam, hogy azért az impex nagyon fontos. De hát szóval ez nagyon fontos volt. Talán az is kicsit gyorsabb volt a kelletténél, de én, én akkor ezt nem láttam. Újságoknak nyilatkoztam. Hirtelen kiderült, hogy, hogy filozófiai nézetem vannak. Akkor ezt nem így gondoltam, csak aztán évtizedekkel később. Sok butaságot Na, De hát mondtam. ez egy nagyon nagy nyitás volt a világ hogy felé. Hát ez egy meghatározó, egy Hogyne? döntő. De ha már az önreflexió és a privatizáció szóba került, ugye? Te voltál az Állami vagyonügynökség első ember. Ez, ez mikor 89-ben alakult az állami vagy az ávű? 89-es történet, ugye? Igen, igen. Csak egy. Igen, ez 89-es történet, 89-ben alakult ki egy olyan projekt, amelyik amelyik kétfele ment. Az egyik felét az úgynevezett vagyonvédelmet, vagyis akkor azt úgy hívták, hogy a privatizációs törvény, de valójában egy vagyonvédelmi intézkedés sorozatról volt szó. Azt Martonyi János, mint kormánybiztos intézte, és a dolog állami részét, hogy valami szervezete legyen ennek, meg azt meg én ugyancsak kormánybiztosként. Na most aztán teltek, múltak a dolgok, és a kormány, az akkori kormány, német Miklós és, és, Megyesi Péter sokat gondolkodtak azon, hogy hát jó lesz -e ez a dolog, mert két véglet volt, akkor volt az úgynevezett spontán privatizáció, egy igen kártékony és félrevezető kifejezés, csak a korra utal, aminek azóta a lényege... De a kifejezés kártékony, vagy maga az intézmény? Hát én, én az intézményt tartottam kártékony, hát nem hogy nem kell minősíteni ezt a dolgot, így hívták annak idején ezt uh -huh. a dolgot. Ennek azóta lényege, hogy a társasági törvény lehetőségeit kihasználva létrehoztak mindenfajta KFT-ket, és oda kiszervezték a nagy cégeket, és tulajdonképpen maradt egy állami roncs, és ami értékes volt. Ez volt a modell. Persze a rövid idő alatt ennek a, ennek a, a füstje nagyobb volt, mint a lágia, tehát összesen talán egy százalékkal történt ez, de nagy, nagy felháborodás volt. És a tetejében, ami akkor nagyon fontos volt, ez ma már nagyon nehéz meg, megérteni, üres volt az államkincstár. Egy centünk nem volt leszámítva Minimális mondjuk egy, 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 egy milliárd dollárt, ami akkor se számított nagy pénznek, és hát mi állandóan, és az a fajta dolog, hogy mérend. eladják a vállalatainkat, és pénz se kap a költségvetés, ez felháborítónak tűnt. Tehát a költségvetés persze mi úgy modelleztük, hogy az a közösség képviselői ebben jókora túlzás volt akkor is, de mi ezt komolyan gondoltuk. Ezért azt mondtuk, hogy legyen egy olyan, hogy az állami vagyonügynökséget vagy egy állami szervezetet létrehozunk, amelyik ezeket a dolgokat, hiszen az állam a tulajdonostát adja elő. És még egy apróságot szerettem volna itt közbeszúrni, ami történetileg is elég fontos, szóval a név. Ez um, már abban az időben is volt. Ugye te emlékszel erre a dologra, amikor a vállalás szóból felvállalás lett. Szóval mindenki, Igen. mintha imához készült volna, úgy beszélt. Igen. Na hát szóval akkor, akkor kezdődtek ezek a dolgok, hogy nemzeti vagyon, központ és mindenfajta egyéb dolog van, és ez az én találmányom volt ez az ügynökség, mert azt akartam mondani, hogy ez egy ügynök, a kormánynak az ügynöke. Ennek más dolga nincs, mint szakszerűen eladni. Ez nem talál ki iparpolitikát, ez nem talál ki semmit az ég egy világon. Kap egy vagyont, és miután ő magát erre kiképzi, eladja. A pénzt meg odaadja az államnak. Ez ilyen egyszerűen indult. Tehát később ebből persze semmi nem így lett, a név megmaradt. De az önreflexióra visszatérve. Azt nyilatkoztad, meg írtad néhány alkalommal a közelmúltban, hogy azért most már néhány olyan dolgot, amit akkor megléptél, nem ugyanazzal a szemüveggel vizsgálnál, és nem biztos, hogy ugyanezt tennéd. Mik ezek? Hadd mondjak én egy saját észrevételt, vagy benyomást, hogy, hogy segítsek. Hát én Antal Józsefnek nagy híve vagyok minden vonatkozásban, de láttam hibáit már akkor. Például azt mondta mindig, amikor ilyen, ilyen választmányi ürések voltak az MDF-ben, hogy a privatizáció az egy elkerülhetetlen, szükségszerű, meg az állam nem a legjobb tulajdonos, tehát meg kell a legjobb tulajdonosokat, de a tulajdonosok kiválasztásánál arra kell törekedni, hogy a karvajtőke ne jusson, tehát a pénzügyi tőke az ne jusson szerephez, hanem szakmai befektetőknek adjuk el azt, amit el akarunk adni, aminek szerintem az lett a vége, hogy a szakmai befektetők jelentős része az inkább piacot vásárolt, mint nem fejlesztette volna az a megvásárolt egységet. Most igaz ez, amit én mondok, vagy amit én feltételezek, vagy csak részben, vagy egyáltalán nem? Hát, hogy mondjam, az irántad való szeretetből azt mondom, hogy nagyrészt stimmel. Persze én ilyen szavakat nem használok, mert az, a, a karvaj tőkének, mint olyannak, annak idején egy rendkívül rossz uh, um, dolog, az, aki... Meg másodlagos igen, igen, is igen, volt. Egy dolog volt egyébként, és a politikai hangulatáról nem is beszél, vagy valaki, aki csak pénzből pénzt csinál, édes Istenem, ahelyett ugye, hogy kopácsolna meg, építené a vasutat, de hát ugye az amerikai vasutat se kopácsolók építették, hanem sok pénz kellett hozzá, meg mindenféle. Szóval én, én, az én világomtól ez a dolog nagyon távol állt annak idején is, de, de, de az igaz, hogy piacokat vásároltak, egyébként igaz volt ez az úgynevezett karvajtők, de ugye bankokat is vásároltak. Hát most a bank karvaj, vagy nem karvaj, ugye? Hát ami, 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 papírokon keresztül ment, és értelemben karvaj, az a... Szóval mindenkinek dolgoznia kellett volna rendesen, és így tovább munkaalapú társadalom, de ugye ez egy olyan illúzió volt, ami akkor sem ment. Szóval alkalmatlan különbségtételek voltak ezek a valóságban. de én, én azért így utólag nézve, most ettől teljesen függetlenül azt gondolom, hogy, hogy egy, egy szubjektív és egy, ami ennél sokkal fontosabb, egy, egy, egy talán kézzelfoghatóbb uh, ügycsoportban máshogy kellett volna lépni. A... Kezdem a szubjektívvel, mert ez összefügg ezzel a másokkal. A szubjektív ügy az, hogy én ma úgy látom, hogy nekem ebben nem kellett volna részt vennem. Nem azért, mert hogy nem szerettem volna. Nem azért, mert hogy nem értettem egyet a pi piaszgazdasággal. Az akkori nézeteim azok... azok. Ez volt a megváltó. én nem volt piac, mi azt gondoltuk, hogy lesz piac és akkor hirtelen mindenkinek jobb lesz. Tehát én ezzel teljes egészében egyetértettem. De a német kormány reformkormány volt, de nem volt hosszú távon legitim kormány. Ő tulajdonképpen a rendszerváltást segítette én szerintem jól, de, de, de nem volt a rendszernek, a leendő rendszernek a része. És ebben nem fért volna mai fejemmel be az, hogy én a privatizációt, ha már, utas, mert voltunk, hát ugye nem volt semmi, leomlott minden. Hát olyan fajta dolgokat csináltunk meg egyik pillanatról a másikra a reformok címén, ami korábban elbukott. Hát mondjuk, amit nem mit csináltunk meg. A társasági törvényt azt megelőzően tíz éven keresztül reszelte egy felkészült tudósokból álló csoport, míg aztán maga sárközi maga va vagányságával másfél év alatt a dolgot megcsinálta. Jó, rosszul, de megvolt. És száz ilyen fajta történet volt. És hát olyasfajta dolgokban is léptünk, hát ezt most csak zárójelben mondom, nem feltétlenül mi, mint a szovjet hadsereg kilépés és elszámolás a pénzügyminisztériumban, amikor nekem kellett ilyen tányérsapkás tábornokokat beszélgetni. De mindegy, szóval sok minden történt, de nekem nem kellett volna privatizációval foglalkozni, nem nekem, nem kellett volna privatizációval foglalkozni, azt kellett volna mondani világosan, hogy az állam vagyona, a nemzet vagyona is erről a dologról nekünk van véleményünk, elmondjuk, de a következő legitim kormány határozza meg, hogy mit akar csinálni, mert ő dolgozik a jövőért. Mi lezárjuk a múltat, ti dolgoztok a jövőért. Most persze ez nem ment volna igazán jól, mert az Antal kormány mindent csinált, kivéve távlatos dolgot, mert ugye nem voltak távlatai ugye az adott körülmények között, de szubjektíve nekem ezt kellett volna csinálni. Nem ezt csináltam, ma már így gondolom, csak úgy ironikusan is hogy mi minden lehetett volna belőlem, ma nem lettem volna privatizációs fő. Mindegy is. Na most, ami viszont a, a dolog tárgyasabb részét illeti, az, a magyar privatizációnak, és ebben az Antal kormány, meg a következő kormányok is, is benne voltak, tulajdonképpen, és ez egy államvezetési dráma, egy funkciója volt, hogy a költségvetést talpont tartsa. És ez a magyar klasszikus iparnak a vége. Nem az volt a probléma, hogy idejött egy német, és megvette a vagongyártást, vagy mit tudom én, micsodát, hanem az volt a probléma, hogy nekünk pénzre volt szükség, és akármennyire alattuk. Csak jöjjön a pénz. Na most is jött a pénz, lassan egyébként az Antal kormány idején nem sok, de ők is mindenféléket próbáltak, ugye Maléval, meg mindenfajta politizálás folyt, hogy ez kapja Malévot, meg az, ez mindig folyt, ugye, hogy próbáljuk ezekkel a vagyontárgyakkal, ami nemzetközi beilleszkedésünket is stabilizálni. Ha tehát a, a privatizációból, állami vagyon eladásából nagy pénzeket keresel, viszonylag nagy pénzeket, ezek ma röhelyes összegek, de akkor ezek nagyon soknak számítottak akkor nem törődsz azzal, hogy legyenek rendes reformok és olyan költségvetés, amelyik takarékoskodik, észszerű, és nem szórja a pénzt, akkor ki vagy fizetve? Akkor kártyáztál, vesztettél, de jött a nagybácsi, kifizette. Másnap újra kártyázol. Ez a fiskális alkoholizmus, ahogy ezt a dolgot mondták, a privatizáció, ez egy régi dolog. Ez régi történet, a Kádár rendszerben kezdődött, és hosszú-hosszú ideig. Tulajdonképpen Fideszig tartott. Kisebb-nagyobb fordulatokkal. Ez okozta igazán a problémát. Mert ha közben lett volna nekünk egy olyan pénzügyi kormányzatunk, mint mondjuk volt annak idején az, az euroszkeptikus Klaus, aki nem egy szimpatikus palé, de igen okos akkor a kiadásokat úgy csináltuk volna, hogy ne kelljen minden fillért benyomni a költségvetésbe, és ezért eleve fele áron, negyed áron, bármennyi áron eladtuk, csak talpon maradjunk. Ugye mi ennek az egész műsornak úgy vágtunk neki, hogy 100 körüli, 80-100% körüli adóssággal mentünk, ez akkor nagyon sok volt. Ez volt a ha az ha, 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 kicsivel okosabbak vagyunk, a reformokat e, e, már a 80-as években elkezdjük, és nem mindegy is, szóval, hogy egyensúlyt csinálunk, amit hát mindenki úgy nézett, hogy egyensúlyt csinálunk, ez egy ilyen rohadt. ez a karvajtőke, meg a nem tudom micsoda, e, és, és kisebb adóssággal akkor nem kellett volna Költségvetési okokból eladnunk mindent. Mert mi sokkal többet eladtunk volna, csak nem volt vevő. Hál' Istennek. A helyzet az, hogy így aztán mondjuk a csehekhez képest, és amit mondok, az a nagyon-nagyon sok régi barátom és kortársam nem ért egyet, tehát ugye ezzel én tisztában vagyok. De azért mondjuk mégiscsak eszembe jut, hogy volt nekünk egy ikaruszunk, egy Videoton. egy videótonunk. Az ikarus csak azért jut eszembe, mert ikarusz buszt egész Oroszország használt volna, és nem tudtuk. Nem tudtuk létrehozni azt, amit ma már minden pénzügyes tud, hogy meghitelezni, hogy nemzetközi, hogy nem, ez nem ment. Elvesztettük ezt a piacot, a videoton piacát, egy csomó mindent, a globus a, tehát ami az oroszoknál volt, ez részben politikai hiba volt, de részben pénzügyi közvetítők. De bocsáss meg, de erre mindig az volt akkoriban az ellenérv, hogy ö, a, annyira ö, szétesett az orosz piac, hogy nem volt fizetőképességük. Ez így igaz. Tehát, hogy hiába adtuk volna el meg az De Oroszország azért ott volt. Tehát romokban volt. Akár de azért meg is volt. hitelezhettük volna. Hát ezt mondom, hogy kellett volna annak idején mindenféle dolgokat csinálni. Mindegy is, hát ez egy lehetőség, ami máshogy alakult. Tény az, hogy a, a, a cseheknél a Skodát sikerült megmenteni, és azért olyan nem fordult elő a cseheknél. Igaz, hogy elég randa járműveik voltak, ezt nem lehet tagadni. De olyan nem fordult elő, hogy évi 2000 busz Mercedes-től vásárolnak, amikor van egyik Icarus. Tehát ilyen, ez, ez, nincsen. Amit a Malévval előadtunk, ez a jó szándékú, balfék, röpködés jobbra-balra, ez, ez, is szörnyű. Tehát, ugye, de ennek én azt gondolnám, hogy azért az egyik oka a magyar állam felkészületlensége volt. Hát egy abszolút új helyzet volt. Igen. És uh, nem voltak elég okosak, nem voltunk elég okosak. Hát én ebben már nem voltam benne. Én azt láttam, nem voltak elég okosak. Nagyon, uh, uh, nagyon sok küzdelmet folytattak egymással. Uh, hát szóval minden esetre történt, ami történt. Azért egy csomó minden történt, persze jó is ennek kapcsán, mert azért uh, a magyar hatékonyság. Uh, szárnyalt a 2000-es évekig, tehát azért nagyon följött. Hát mi voltunk a legígéretesebb ország, a e, országok között. Igen, azért, Ez a gazdaság, e, pénzügyi, minden vonatkozásban. Azért egy van. csomó nagyüzem e, bank, nem tudom micsoda, e, Magyarországra e, költözött, tehát e, az nem igaz, hogy nem történt semmi, éppen ellenkezőleg Magyarország egy nyugati értelemben vett e, e, Közepestnél valamivel fejlettebb ország volt, mikorában a kgs értelemben vett közepestnél fejlettebb, ez egy nagy különbség azért. Csak hát sokban volt a privatizáció, igazán csak ennyi. De hát ezt, ezt ma megállapítjuk, szomorkodunk egy. De hát ezzel már ennyi? nem tudunk változtatni. Nem, egy dolgot még hadd kérdezzek. A minisztertanácsnak volt egy határozata, ami egy másik minisztertanácsi hatályon kívül helyezésről szólt, és ez pedig az MSMP vagyonáról rendelkezik. Az MSMP vagyonát akkor, ez 1988. decemberében, tehát az MSMP megszűnése előtt van, megkapta az MSZNP az állami tulajdonképező vagyont mindenféle ellen szolgáltatás nélkül. De ennek nem volt akkoriban valami nagy, visszhangja, tehát erről ez titkos volt, vagy, vagy hogy volt, ez hogy történt, ez ki, ez, mert német Miklós írta alá ez német Miklós személyes döntése volt, hogy hogy történt ez? Hát azt nem hiszem, hogy német Miklós, aki 88. novemberében lett miniszterelnök, azt megelőzően Grósz Károly volt miniszterelnök és a pártfőtitkára is. Öhm. Én nem hiszem, hogy német Miklós ilyent kitalált volna, lehet, hogy aláírta, erről, uh -huh. erről, nem sokat tudok. Hát rövid ideje lett volna, uh, mert nagyon közel van a két dátum. Az, az, egészen, biztos, hogy, az egészen biztos, hogy az MSMP vagyonának kezelése egyike volt a nagy rendszerváltó társ előtti hibáknak. Ez, ez nem kétséges. Nem kétséges. Volt ebben nyilvánvalóan olyasfajta dolog, hogy majd több pártrendszer, de mi majd itten a saját infrastruktúránkon, vagy nyilván volt ilyen, nyilván voltak ebben. Én nem nagyon voltam ezekben benne egyébként, ugye ez egy más világ volt, ezt tudni kellett. Tisztára úgy néz ki, mintha ez egy brancs lett volna, de azért több... Voltak, akik több... közele voltak a tűzhöz, meg voltak, hát, akik távolabb. Meg, meg, meg mi mással foglalkoztunk, de igen, hát szóval azért annak a rendszernek ez egy súlyos felelősség, ez így van. És hát, és hát rosszul működtek ezek a dolgok, bár hozzáteszem, hogy percekkel később azért igen hasonló dolgok történtek, nem sokkal transzparensen a többi pártnál, mert ugye Ebből aztán az adódott, hogy mindenkinek a, ö, kezdtek adni székházakat, mondván, hogy hát mi is sunyák vagyunk, de ha ti kaptok székházat, akkor ti is. Szóval a dolog. Sőt, mi el is adtuk az egyiket a Fideszre együtt az mdf igen, 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 igen. Szóval, hogy ennek a dolognak én ma a, a vagyoni virmanoláson túlmenően, amit, a, amit nem helyeslek, akkor se szerettük ezt a dolgot egyébként, mert ugye ez, 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 ez nem volt, nem volt egy, ez az elveinktől állt. Tehát ugye mi versenyt hirdettük, és azt ugye el, eldugnak, jó Isten tudja, hány tíz milliárdot ez nem, nem. Egyébként én azt gondolom, hogy ez a pártok közötti mútizás juttatta oda az országot, ahol ma van. Ezzel egyetültem. Tehát olyan, olyan függelmi viszony alakult ki a pártok között, miután a finanszírozás a mai napig nincs tisztességesen megoldva, hogy tulajdonképpen a hátunk mögött, meg a fejünk felett bótolnak nagyon komoly dolgokról, aminek. Az ellentételezése tulajdonképpen roppant parányi. Tehát, ha megnézzük, hogy milyen társadalmi hatásai vannak egy-egy ilyen megállapodásnak, és miről mondanak le fontos dolgokról csak azért, hogy ez rendben legyen, az egy nagyon-nagyon-nagyon. És ez a mai napig nincs rendben. Hogyha szabad annyit mondanom, én abban látnám a megoldást, hogy a pártok költségvetési támogatását úgy, ahogy van én eltörölném, és bevezetném az 1 százalékot a pártoknak is két okból. Az egyik az, hogy ne érezzék magukat biztonságban, hát megegyezünk, jön a támogatás négy év múlva, majd újra jelentkezünk a választóknál, ott minden évben valamit mutatni kell, hogy az az egy százalék oda jöjjön. Tehát a szóltál. Egész más lenne, a, egész más lenne a, a pártok és az ők támogatói közötti kapcsolat élőbb, mert, mert én ilyenekben látom a mostani helyzetnek az okát, és akkor miután alig maradt időnk, és nem beszéltünk a jelenről és a jövőről, plánik, de azt hiszem, hogy ez egy következő műsor része lesz, van-e kiút ebből a mostani helyzetből? Te, mint nagy tapasztalattal rendelkező pénzügyi, gazdasági, közéleti ember, milyen? Biztosan van, de milyen utak vannak? Hát most nem beszélnék arról, amihez valóban értek, vagy jobban értek a pénzügyi gazdasági ügyek, hogy lesz-e ebből kiút, lesz. Ebből, ebből lesz. Sokba lesz, de, 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 lesz. Az a kérdés, hogy az ezeket létrehozó hazai ügyek rendbe jönnek-e? Mert ugye a háború el fog múlni, meg ezek a külső körülmények változnak, de azért Magyarország egy pár a nemzetközi közösségben, annak ellenére, hogy, hogy fognak adni pénzt, mert pénz olcsóbb, de a barátság elment. Tehát én azt gondolnám, hogy itt egy, egy alapos újabb rendszerváltásra lesz szükség, ami nem azonos azzal, hogy az Orbánt a gyurcsány felváltja, vagy bármilyen Tehát itt azért ugye morális alapokat kell kiépíteni. Tehát nem lehet a magyar politikának a alapzaton tárgyalni. Nem szithatjuk csak azért a másikat elfogadhatatlan hangnemmel, mert az is ugyanezt teszi. Tehát azért a vagyonbiztonságot, a hozzájutást, ezeket újra meg kell teremteni. Azt gondolom, hogy polgári alapok semmisültek meg, és hát az egyik, sok kedvencem van, de azért az egyiket mindenképpen elmondanám. Szóval olyan magyar világ nincs, amiben nincsenek élő önkormányzatok. Szóval ez egy mesebeszéd. Tehát a magyar hagyományoknak nagyon sokfajta követhető része van, de az önkormányzatiság a helyi dalárdától a választott testületig az a magyar demokrácia alapja kell, hogy legyen. És nem az. Mert ezeket szisztematikusan tönkretették. Azt, hogy a miniszterelnök beszél mindenféle zöldségeket, és a saját helyzetét próbálja, ez elmúlik. De az önkormányzatiság hiánya az tesz mind tesz hányunkat, Tehát ez nagyon fontos, és mondom, nem csak a választás, hanem minden, ami helyi, ahol most ülünk, ebből nagyon sok kell. És a magyar társadalom átalakult abban az értelemben, hogy várja egy Istennek megkonstruált, nagyon populista rétegnek az ajándékait. Hogy ma már ott tartunk, hogy nem rendes nyugdíjról van szó, hanem 13. havi nyugdíjról, és nincs olyan ember már, olyan szervezet, aki azt mondja, egy ember, nekem nem karácsonyi ajándékkel, hanem rendes fizetés. 12 hónapon keresztül. Hát Én. ez az egész rezsi. Cirkusz, hogy mi támogatjuk a rezsit, én a, megalázónak tartom, nekem rendes fizetést adjanak, tehát a munkának a, a, az ellenértéke az olyan legyen, amiből én a 21. század vonatkozó időszakának Európa közepén megfelelő körülmények között tudok élni. Na de hát ez a társadalom, ez egy ilyen kiskorú viszonyrendszerbe tartott társadalom, a paternalista társadalom, aki, ha csúnya szót akarnék mondani, akkor azt mondja, hogy mentalitás és gondolkodás, hogy át csak kapjuk meg, ami nekünk éppen kell, aztán ne legyen rosszabb holnap, mint tegnap volt, de tegnap is egyébként nagyon szar volt, már bocsánat a kifejezésért, de nem baj, ne, nem, nem, baj, csak ne legyen rosszabb. Igen, igen, Kacsi, de azért itt van valami, ami ugyancsak a magyar hagyományokhoz tart, sokat foglalkozok mostanság ezzel elnézést, hogy megint előhozakozom. Amikor azt mondod, hogy, 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 hogy ami egyébként Idézője teszem, hogy Jó, ne Jó, ember, csak... ember, de igen. azért ez más körülmények között a csurkának volt az egyik kifejezés, ez igazán sokan használták. Az még egy dologra kell, hogy bennünket figyelmeztessen, hogy aki ezt mondja, az a magyar úri osztályhoz tartozik, és itt a magyar középosztálynak, úri osztálynak, gazdag embereknek ugyanúgy, mint 150-200 éve a reformkorban, Alapvető felelőssége van. Tehát nem csak arról van szó, hogy az emberek szolgák, hanem az urak is szolgák. És az uraknak a vagyonukhoz mérten és a hagyományaikhoz mérten 40-szer akkora. Aki tenni tud, azt nevezem úrnak. Nem feltétlenül a vagyonost. És ez ezügyben állunk igazán rosszul. No, hát miután letelt az időnk, én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és a következő beszélgetésünknek a témája az, az hiszem pont ehhez fog klappolni, az Elitek Árulású című könyvedről, és egyáltalán a társadalmi rétegződésről és a különféle társadalmi csoportok felelősségéről fogunk szótejteni, hogyha elfogadod a meghívásunkat. Köszönöm szépen előre is. Én pedig köszönöm szépen, hogy itt voltál, és megosztottad a gondolataidat, és köszönöm szépen a hallgatóknak a figyelmet. 11 óra után folytatjuk.